Sziasztok, Nikolett vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban az animéről és a manga rajzolásával kapcsolatban fogunk beszélgetni, ismerkedni és természetesen rajzolni. Egyébként a mai videót pár rajzos könyv inspirálta, amit a Scholar kiadó jó voltából alkalmam nyílt bele pillantani, betekinteni, olvasgatni, tanulmányozni, és ezek az izgalmas rajzos könyvek pedig bevezetnek az anime, manga világába, rejtelmeibe, illetve meg is nem tudnak rajzolni, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele ebbe a videóba, elég izgalmas lesz, tartsatok velem, hogyha érdekel titeket ez a téma. Egyébként, aki régóta figyeli a kis munkásságomat, akár Instán vagy itt YouTube-on, az észrevette, hogy az utóbbi időszakban nagy öröm szeretettel készítettem egyre sűrűbben ilyen kis aranyosabb karakterrajzokat, kicsit így elhatárolódva a realisztikus témától, bár az is közel áll hozzám, és azt is nagyon szeretem elkészíteni, rajzolni, de azt tényleg már így évek óta csinálom, és természetesen nagy kedvenc, de most így kicsit örömömet lelem abban, hogy más a fajta stílust, témákat is így kipróbálgathatok. Mint tudjátok, szoktam digitálisan és hagyományosan ilyen akár rajzfilmes karaktereket rajzolni, vagy csak valamilyen cuki, aranyos és ember portré ábrázolásokat készíteni. Úgyhogy ez a téma már nagyon érett bennem, hogy anime, manga típusú rajzokat készítsek, és ezeket kipróbáljam, gyakoroljam. Úgyhogy igazából van is egy ilyen könyv akkor, ami a legjobban jött most számomra, az pedig az Anime Rajziskola. Egyébként ezt a könyvet egy Kanadában, Torontóban élő Jai nevű művész, Instán nagyon felkapott művész ihlete, készítette, és az ő rajzai alapján, elgondolása alapján készült ez a könyv. Igazából én ezzel a könyvvel kezdtem az Anime Rajziskola ismerkedését, ugye ezzel a stílussal kapcsolatban, hiszen alapból ugye kíváncsi voltam arra is, hogy leírja-e maga az alapfogalmakat, hogy mi is az, hogy anime, vagy éppen, hogy manga, és képzeljétek el, hogy ez a könyv teljesen belevezet az anime karakterek rajzolás világába olyan szinten, hogy vannak benne ilyen kis magyarázatok, hogy ez mit jelent, ez a kifejezés, illetve nem csak maga a rajzolás mutatja meg, hanem a kezdeti alapokat is, például ajánl rajzeszközöket, hogy ha ilyen rajzokat szeretnél készíteni, akkor milyen rajzeszközök kellenek hozzá, akár konkrét márkákat is ajánl. Természetesen nyilván nem kötelező ezeket így megfogadni, hiszen lehet, hogy ami van neked kedvenc, bevált mondjuk filctollad, akkor szerintem azzal is nyugodtan elkészítheted. Például ajánl benne kopik alkoholos filctollad, de szerintem, hogyha van egy kicsit olcsó minőségű, mondjuk egy Winsor & Newton filctollad, azzal is tök jó rajzokat tudsz készíteni, de mindenképpen figyelj arra, amiket úgy nagyjából azért elmond egy ebben a rajzkönyvben, például, hogyha azt ajánlja, hogy alkoholos filctollal színez, akkor tényleg ne vízbázisúval, mert ugye az csíkokat hagy maga után, de egyébként erre is kitér, hogy mit, miért, hogyan, úgyhogy tényleg bevezet minden kis apró lépésbe, a rajzeszközöktől kezdve a konkrét karakter rajzokig, és ami az érdekesség is nekem nagyon tetszik, hogy nem is gondoltam, hogy ennyire közel állhat hozzám ez a rajzstílus, mert ha tényleg így ismeritek már egy kicsit régebb óta a munkásságom, a videóimat, hogyha már egy régebb volt a tagja vagy a csatornának, vagy akár így Instán is, a kis rajzos közösségnek, akkor biztos tudod, hogy nagy alkoholos filctollmániás vagyok, imádok tőhegyű filccel kihúzni a kis vászatrajzaimat, kifesteni alkoholos filctollakkal, és nyilván ehhez hozzá illő papírral, ami filcekhez való, festem föl, rajzolom fel őket, úgyhogy az érdekessége tényleg az egésznek az, hogy amiket ajánl a rajzeszközöket, azokat én is nagyon szeretem használni, hiszen évek óta a kedvenceim, és ami érdekesség, ugye a Copic filctollat ajánlja nagyon, ugye az is Japánból származik, mint ahogy ez a rajzstílus, és egyébként ezt is elmondja, úgyhogy nagyon informatív kis könyv is. Egyébként mielőtt a konkrét nagy rajzokba bevezetne, konkrét részleteket kiemel, ami számomra nagyon szimpatikus, mert én mindig azt mondom, hogy mielőtt nekiállunk egy új stílusnak, egy új dolognak, hogy megtanuljuk, jobb egy kicsit a részleteket kiemelni, azokat gyakorolni. Gondolok arra, egy portrét meg akarunk tanulni rajzolni.
de még nem megy, nem tudjuk, hogyan álljunk neki, akkor célszerűbb külön a szemet, az orr, a száj, a fülrajzot gyakorolni, ugye? És amikor már ezek így bementek a kezünkbe, már így mennek, akkor összerakhatjuk ezt a tudást, és akkor egy egész nagy portrét elkészíthetünk, de ez minden másra is igaz egyébként, bármit akarunk lerajzolni, hogyha egy összetettebb dologról van szó, és ebben a rajzos könyvben is így van, külön megmutatja, hogyan kell ilyen szemeket készíteni, tudjátok, azok a nagy cuki szemek, és többfajta nézetben, ugyanúgy az igaz az orrajzra, sőt, ember ábrázolás, tehát maga a test ábrázolására is kitér, maga az arányos rajzolására, úgyhogy hamarosan egyébként ki fogjuk ezt a kis rajzos könyvet próbálni, és gyakorolni fogunk benne, de előtte még nézzük meg a másik három kis könyvet. Egyébként azt még el is felejtettem említeni, hogy a negyedik könyvben konkrét gyakorló anyagok vannak, miután már a kisebb kis részleteket elsajátítottad. Ha egy konkrét kis karakter manga rajzot akarsz elkészíteni, akkor egyébként ami az aranyossága benne, hogy mindegyik kis karakternek van külön-külön neve, most mutatok is példát. Nagyon cuki. Én is kiválasztottam egyet, ami számomra szimpatikus, és akkor együtt majd lerajzoljuk. És tényleg lépésről lépésre levezet. Elmondja, hogy az első lépésnél mit kell tenned, le van írva. Teljesen magyar nyelven minden. És akkor ott a rajz hozzá. A második lépésnél szintén le van írva, hogy itt mit kell csinálnod. Éppen mondjuk kiradírozni egy segédvonalat, vagy éppen berajzolni pluszban valamit hozzá. És ott is van a rajz, és végül elkészül a kész rajz. És akkor a végén megkaphatod a konkrét rajzot, ezt a kis S nevű például karaktert. És akkor, ami még nagyon-nagyon jó, hogy ismerteti, hogy ehhez a rajzhoz, hát hogy miket használ, és hogy miket ajánl, milyen papírt, milyen ceruzát, abból is, hogy például, hogy HB ceruza legyen, és hogy milyen márkájú tűfilcet, és hogy abból is, hogy milyen hegye legyen, tudjátok, ezeknek a tűfilceknek különböző hegyvastagsága van, úgyhogy nagyon jó, hogy ennyire részletesen kitér arra, és nem azon kell gondolkodnod, hogy igen, oda van írva, hogy tűfűz, de most nekem 08-as, vagy 01-es, vagy 05-ös hegyük kell, úgyhogy elég részletes ez a könyv. Szerintem sokat fog segíteni nekem abban, hogy megtanuljam ezt a rajzstílust, és hogy elsajátítsam, és remélem sikerülni fog, de tényleg akkor nézzünk bele a többi kis három rajzos könyvbe. Ez a rajzos könyv, pedig a Csipi Rajziskola, és ez is egyébként hasonló stílus, mint az előző, de a miniatűrizált változata az anime rajzoknak, ez a Csibi stílus, mondhatni, és ezek a kis cuki aranyos rajzoknak megvan a maga varázsa, hiszen kicsit gördülékenyebbé, egyedibbé tudják tenni a képregényeket, ugye a manga képregényeket, de egyébként szerintem ezek a legesleg cukibbak, ahogy így tanulmányoztam ezeket a kis rajzokat, mivel tényleg ilyen hatalmas nagy fej szerkezetük van a kis testükhöz képest, hatalmas szemekkel, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon aranyos kis rajzok ezek, és ami tetszik a könyvben, hogy szintén ugye bevezet és rajzoknak a kezdeti világába, a rajzeszközöktől kezdve, például elmondja az első lépéseket, a papírtól kezdve a fűztolakon át, nagyon kis rajzosan, egyébként ez a könyv pontosan azért tetszik még nekem, mert nem annyira száraz, teljesen követhető, és inspiráltá tud azzal tenni, hogy mellette vannak ilyen képi, inspirációs lapok, oldalak, amellett, hogy bármit megtanít és éppen magyaráz, mellette is nagyon jópofa, kis rajzos illusztrációk vannak, és elég színes, és feldobja a hangulatát az embernek, szóval ez a tanulás inkább mondhatni eléggé játékos tud lenni, és szerintem jobban inspiráltá tesz, mint hogy az ellenkezője, hogyha tényleg neki akarunk állni, ülni valaminek, hogy megtanuljunk valamit, és nagyon sok dologra kitér.
maga ugye a stílusra, az arányokra, a ruházat megrajzolására, hogyan kell a hajat megrajzolni, úgyhogy tényleg mindenféle részlet ugyanúgy benne van, mielőtt ismét konkrét gyakorlati anyagot választunk, vagyis ez azt jelenti, hogy egy konkrét karaktert ismét kiválaszthatunk és megrajzolhatunk, amelyik számunkra szimpatikus, de egyébként ami nagyon édi ebben, hogy konkrét hónapok vannak megnevezve egy-egy karakterre, és akár azt is csinálhatod, hogy szerintem én majd így fogom, hogy amilyen hónap van, amivel belelépünk, akkor az ahhoz kapcsolódó kis rajzodat meg tudod rajzolni, el tudod készíteni. Mutatok is egy példát. Egyébként én már nagyon várom, hogy az ősz legyen. Tudom, még tavasz sincs igazán, de tudjátok, nekem az ősz a kedvenc évszakom, és konkrétan ilyen aranyos rajzot készíthetek szeptemberben, úgyhogy már nagyon várom. És ugye itt is itt van, teljesen le van vezetve lépésről lépésre, magyarázatokkal, hogyan kell megrajzolni. Úgyhogy ez a fajta stílus számomra most egy ilyen nagy, izgalmas és érdekes fejezetet így hoz nekem, mert hát még ilyet nem rajzoltam, és mindenképpen nagyon várom, hogy kipróbáljam. Úgyhogy tényleg nagyon sok inspirációs kép, ötletek vannak ezekben a nagy könyvekben, és azért mondom, hogy nagy könyvekben, mert ez a kettő, ezek ilyen nagyobb könyvek, nem tudom mennyire látszanak, és tényleg nagyon részletesek, viszont van még kettő kicsi könyv, ami szintén az anime, hát stílushoz tartozik, de már egy kicsit másabb elképzelésben, úgyhogy tényleg nézzük is őket, mutatom is gyorsan. Illetve ezt a kettő kis rajzos könyvet pedig egy másik neves, hát művész készítette, akinek nagyon felkapott YouTube csatornája van, a Pick Candle névre igazából tudtok rákeresni, találjátok meg, és ő által ihletődött meg ez a kettő könyv, és a lényege, hogy mind a kettő, már ugye nem ilyen konkrét karakter, hát olyan rajzokat mutat be, amiket az előbb láttatok, hanem ilyen miniaturizált kis világot mutat be. Igazából ezek is karakterek, de ezeket kicsit így bármit, ha megrajzolunk, meg tudjuk személyisíteni, akár mondjuk, ha egy tortaszeletről van szó, vagy egy péksüteményről, és hogy ezeket akár háttérnek is felhasználhatjuk a kis anime karakter rajzunk mögé. Szóval ezek a kis apró, részletes, aranyos, picinke rajzok, pedig a kawaii. Vagyis ez azt jelenti, hogy cukiság, cuki rajzokról van szó, ez is szintén Japánból ered, az 1970-es évekből, és tényleg erre mindent, ami cukiság, rá lehet mondani, akár egy kicsi dologra, akár egy kis aranyos rajzra, tényleg minden, ami cuki, nyugodtan mondhatjátok rá, hogy kawaii. Bár a kiejtésében 100%-osan nem vagyok biztos, ha jól tudom, kawaii-nak kell kiejteni hivatalosan, de 100%-ig nem tudnám megmondani pontosan, de ha valaki tudja, akkor legyen kedves is, írja meg kommentben, akár fonetikusan. Ez a kettő különböző könyv, pedig a kawaii rajziskola és a kawaii rajzok világa, mind a kettő különbözik, tehát nem egyforma. Egyébként ezek a könyvek ugyanúgy elmondják a részleteket, mit lehet erről a stílusról tudni, hogyan kell megrajzolni, szintén rengeteg oktató, gyakorló anyag van benne, tudtok mellette gyakorolni, helyet is kaptok hozzá. Egyébként ez is eléggé rajzos, inspiráló, színes könyv, és a végén, a legesleg végén jön a kedvenc részem, amikor is meg kell keresni egy adott dolgot, meg kell találni, és egyébként szerintem nem utolsó sorban, tök jól ki lehet színezni, akár egy ilyen kis relaxos kifestőnek is lehet használni, úgyhogy eléggé sokoldalú ez a könyv, és ha ez a téma is érdekel, ami akár háttérnek is használható, vagy csak úgy önmagában, akkor ebből a két könyvből tényleg nagyon sokat lehet tanulni. Én egyébként ezt is szeretném majd így kipróbálni, de én, mint mondtam, lehet, hogy majd csak így háttérnek fogom ezeket a kis aranyos kawaii rajzokat fölhasználni. És egyszerűen rengeteg inspirációs kép van szintén ugyanúgy benne, úgyhogy én azt mondom, hogy hajrá, aki szereti ezt a rajstílust, az anime sorozatokat, a manga képregényeket, és meg szeretne próbálkozni, jobban megismerkedni ezzel a világgal, a rajzolással,
akkor ezek a könyvek bizony nagy segítségükre lesznek, és hogyha szeretnétek ilyen könyveket, akkor pedig a scholar.hu oldalon megtaláljátok őket, és tényleg amondó vagyok, hogy akkor kezdjünk bele a gyakorlásba, a rajzolásba. Egy-két feladatot szeretnék én is megoldani, megrajzolni, gyakorolni, majd pedig saját karaktereket kitalálni, úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok velem! Szóval jelenleg az először bemutatott könyvből, az anime rajziskolából fogok gyakorolni, mivel nekem alapból megy a portré rajzolás, kezemben van már a rajzolás gyakorlata, így én most külön nem fogom gyakorolni a szem, száj, stb. Részleteit, hanem kiválasztok az említett kész karakterrajzokból egyet, ami nekem nagyon szimpi, méghozzá a Pam karakterét és a levezetett gyakorló által olvasva és nézve is a képi világot elkészítem a kis füzetemben lépésről lépésre ezt a rajzot, és közben pedig akkor mesélek picit erről a stílusról még, és annyit tudnotok kell róla, például, hogy a manga képregényeket nem előről hátra fele haladva, ami nekünk megszokott stílusban olvassák, hanem fordítva, hátulról előre fele. A mangáknak is van különböző stílusa, lehet az fantasy, vagy éppen romantikus is. Általában nagy szemeket kapnak ezek a rajzok, pisze órokat is, túlzottan dús, nem túl reális hajformákat, ezzel is ábrázolva az érzelmeket hatás fokozására, és ez nagyon igaz lehet még az élénk színek használatára is, főleg a hajakon szintúgy. És egyébként egész jól haladok a könyvből leírtak alapján a rajzzal. Jó, persze látszik, hogy az enyém nem olyan profi, de azért picit hasonlít rá, és az enyém nincs annyira atlétikus, szépen formált alkata, arcéle, mint ahogy a könyvből megtudva ez is jellemzi a manga karaktereket, de hát ezért kell gyakorolni, ezért is van a könyvben, csak ebben több mint 20 segédanyag, hogy tényleg meg tudjunk tanulni ilyen karaktereket, rajzokat készíteni, na de most jöjjön a miniaturizált változat, a Chibi karakter, a Chibi rajziskolából, ahol szintén egy konkrét karaktert rajzolok le, választok ki, és mivel február van, így a februári karakterrajzot készítem el, egyébként itt a könyvben is lehetőséged van rajzolni, hogyha szeretnél. Míg az előző rajznál a test azért egészen realisztikus tud lenni, míg ezeknél a csibi rajzoknál a test sokkal kisebb, szinte ilyen babaszerű, míg a fej az megmarad egész nagynak, főleg a szemekhez képest, amik aztán tényleg nagyon-nagyon az arcon elhelyezkedve, úgyhogy ezek is nagyon arik, édik, főleg az előzőhöz képest, nekem nagyon nagy kedvenceim, na de jöjjön akkor a következő szintén kedvenc karakter rajzolás, a kawaii, cuki, vagy kawaii, majd megírjátok, hogy kell kiejteni, karakter ábrázolás. Belelapozva a könyvekbe egyszerűen szinte nehéz eldönteni, hogy melyik rajzba kezdjek bele, hiszen mindegyik annyira cuki és inspiráló, de végül is sikerült választanom, egy aranyos toszkenyeret rajzolok le, kis mosolygósat, és ami érdekessége az egésznek, hogy teljesen inspirált átállt ez a fajta kis aranyos kawaii rajzolás, és már azzal szemeztem, hogy az íróasztalomra áll, mit tudnak, milyen tárgyat tudnék lerajzolni hirtelen egyből, úgyhogy a választásom csitalos poharamra esett, úgyhogy őt fogom aranyosan rajzolni. Na de a teljesség igénye nélkül én már nagyon kedvet kaptam arról, hogy saját kis anime manga karaktereket készítsek, úgyhogy kettő ilyen kis karaktert hozok nektek, úgyhogy kettő ilyen karakterrajzot hozok nektek, amit most timeless videóként megnézhetitek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis ismertető bemutató videó, és hogy ti is kedvet kaptatok ehhez a kis rajzoláshoz, akár a videó által, vagy akár a könyvek által, hogyha a könyvekből szeretnétek megtanulni rajzolni, akkor pedig pár könyvhez való link a leírásban majd megtalálható, ott meg tudjátok nézni, rá tudtok menni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hamarosan találkozunk egy újabb videóban, addig is szép napot kívánok nektek, sziasztok! If you